Szevasztok! Elérkezett az ötödik videó is, gyártom a videókat, mint a gép. A következő, amiről beszélni szeretnék, az a Soul Lamp, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog a játékban. Jobb oldalt a menü megnyomásával lehet előhoz itt a Soul Lamp feliratnál, illetve itt van a városban középen egy Control Soul Lamp, mind a kettő videóra vezet. Na, először ezzel találkozik az ember, aki ezt megnyitja. Itt eléggé előre haladott, hogy az enyém már 40-es szintű. A lényeg az, hogy ezt lehet fejleszteni. Ez a matikat általában a story küldetésekbe lehet megszerezni. Más néven Shuttlegate, talán az a neve itt a játékon belül. Arra jó, hogy passzívan adja ezeket a tulajdonságokat, amik ide vannak írva. Ugye lehet látni, 40-es szinten ad az atakra 111-et, HP-ra 2650-et, Physical Armor-ra 12%-ot, atakra 1%-ot, Magic Resist-re 11%-ot. Baromi jó, nagyon erős, és ez még semmi. Mellette termeli folyamatosan az aranyat, ahogy telik az idő, akár offline vagy, akár játszó. Jó, igazából nevetséges összegű aranyat termel, úgyhogy csiliárdos vagyok, úgyhogy ennek amúgy jelenleg semmi értelme. Itt megnyomjuk a stat overview-t, akkor itt kiírja, hogy itt minden statisztikai pontosan mit ad a Soul Lamp, összesen, mindennel egy bevéve, de erre visszatérünk később. Jó, megyünk tovább, második föl, Curse, és hívnak pillanat. Na, visszatértem. Azt mondja, curse, vagyis átok. Bár nem tudom, hogy az ide most miért ezt a nevet adták neki. Itt ismét egy hatalmas, úgymond skillfát láthatunk a Soul Lampnek, az léleklámpának, amit lehet fejleszteni. És olyan dolgokat lehet például, hogy rányog az elsőre, hogy ugye ez, hogy ne kell pénzt termelni. Aztán Soul Observation, azt mondja, ez pedig, ugye amikor szörnyeket ölünk, akkor az XP-t, egy bizonyos százalékú XP-t ő elraktároz a lélek lámpa, és ezt bele tudjuk tolni a hőseinkbe, és tudjuk őket szintügyileg, ugye meg XP-ügyileg fejleszteni. Következő, csökkenti az utolsó damage, final damage sebzését, amit a te hősődre ad az ellenség. Jó, hát nem tudom, hogy a szörnyek ilyet okoznak-e, de hogy PvP-ben biztos, hogy lesz a tuti, mivel ilyen buildek vannak, ami vagy a final damage-re, vagy a sima atakra, vagy a skill atakra lehet húzni ugye a buildeket. Na és az egyik ellen, ez például a PvP-ben nagyon jó lesz, 5%-kal csökkenti ezt a sebzést. Következő, ez 60 a szint, nekem ebből a 20-as van meg, 60-ból 20. Ez az összes hősödnek növeli a pierce-ét, vagyis a páncél átütését. Jó, az 279-es értékkel növeli, vagyis 266-tal a következő, majd 279-en rá is nyomok egyet. Jó, és itt lehet látni, hogy mi kell a fejlesztéshez, ez mind a Shuttlegate-ből lehet ugye megszerezni javarészt, illetve challenge-ekből, jutalmakból, mindenféle dolgokból, oda néz, de rohadt erős lettem. Na jó, megyünk tovább, következő. Megnöveli az XP-t, amit beszív a lámpa, jó? Ez az ág, ez az egész itt függőlegesen, ez mind erről szól, hogy a lámpa minél több XP-t raktározzon el. Na már most én azt mondom, hogy ezt nem éri meg fejleszteni, ugyanis én elértem mindig karakterre a 60-as szintet írtó gyorsan, és most nem tudok mit csinálni ezzel a felgyűlemlett XP-vel, amíg a játék nem fog kihozni egy új karaktert, de nem elég, hogy kihozza, azt meg is kell szerezni, ami mocskos sok idő, úgyhogy ezt az oszlopot szerintem hanyagoljátok. Jó, következő. Sőt, akkor menjünk oszloponként, jó, az első vízszintes sort elmondtam. Ugye itt az első oszlop felel az arany gyártásért, ezt lehet fejleszteni, ugye nekem ez eléggé visszamaradott, pontosan azért, mert ezt is feleslegesnek találom, hiszen, mint ahogy mondtam, rengeteg pénzem van, és már nem tudom hova tenni. Már kínomba a 60-as karakterimnek a skill-ét húzom maximumra, és lassan az is megvan, onnantól kezdve pedig tényleg nem tudom, hogy mit csinálják a pénzzel. Jó, második oszlop, vagyis hát a második oszlopnak ez a fattya, leágazó ága, ez szintén az XP-re és a pénzgyártáson múlik. Jó, szóval igazából ami nekünk fontos, az a negyedik helyett a harmadik és a negyedik oszlop.
Jó, szóval itt a harmadik oszlop második skill-je az, hogy armor breaking, az a páncéltörése. Igen, a hősödnek a páncéltörése, ez 35-tel növekszik. Következő. Megnövekszik a magic resist 7%-kal. Következő. Ja, mármint, hogy ha 5-ös szinten 7%-kal, jó, az a maximum szint. Itt pedig ugye lehet látni, 23-asból 60-as szint volt meg. Következő. Megnövekszik az ellenségnek a magic resistjének az áttörése, szóval magic ellenállásának az áttörése, hogyha varázsló vagy, vagy akár bisont mágiára húztad, akkor ez egy nagyon jó mágia védelem törés. Jó, az, bocsánat, az ilyen nyers fordításért, de valaki még ennyire sem tud angolul, hogy ezt tudja, hogy mit jelent az, hogy például magic penetration. Következő. Ja, és mert nem degradációból mondtam, lehet, hogy németet tanult. Na, increase hero, ez minden hősödnek megnöveli a páncél értékét 7%-kal, ugye volt ilyenünk a magic resist, most ugye nyilván az van páncélból is, ez eszméletlen sokat ad amúgy, nagyon megéri. Következő, csökkenti a final damage-et, amit bekap a hős, de minthogyha ez lett volna az első skillünk is. Igen, 5%-kal, ez pedig ez pedig nem százalékosan adja, hanem fixem, és ezt 60-as szintig lehet fejleszteni, úgyhogy van fix érték, illetve százalékos érték. És az utolsó, ezt valamiért még nem fejlesztettem, gyorsan ráölünk egyet, megnöveli a mi hősünknek a final damage-ét 1%-kal, de ezt fel lehet nyomni érték, úgyhogy gondolom 5% lesz a vége, így van. Jó, következő oszlop. Ugye ezt néztük, megnöveli a páncélátütését mindenkinek, a pierce, ez szerintem amúgy páncélátütés jelent. Ez a pierce, ez amikor lándzsa szúrást jelent, amikor lándzsával szúrsz, de hát most ez hogy konkrétan mire tér ki. Következő, megnöveli minden hősödnek a maximum életét, ugye jelenleg itt 3100-zal, rányol gyorsan, most nagyon életerősek lettünk, tele vagyunk C-vitaminnal. Következő, armor, ugye ez volt 7%, itt fix értéket ad, jelen esetben 78-at, de rányolt, hogy keretlenül 80. Oké, okay, következő. Megnöveli a mágia ellenállásunkat, ugye volt egy 7%-os, ez pedig szintén egy fix értékes, jó, olyan esetben 55-ot ad, és az utolsó, megnöveli minden hősnek az atakját, vagyis a sebzését, ismételten ugye egy fix értékkel. Jó, meg is vagyunk ezzel az oszloppa, megyünk tovább, Absorption. Ugye itt van, amit mondtam, hogy 31.000 XP-t szívott magába, amit nem tudok már kiretolni. Jó, 60-as hősökre is lehet. Jó, látom, hogy tele van. Mindenki tele van, nem, ez még nincsen. Jó, de tudom, hiába 60-as, föl lehet tolni a 60 plusz 100%-ra, nem tudom mi értelme van. De legalább meg tudom mutatni, hogy hogy néz ki. Jó, nyomva kell tartani ezt a piros gombot, és akkor feltölti neki a kis kék csíkját, és eléri, akkor szintet lép. Persze kívül, hogyha 60-as, akkor nincs hol lépni. Jó, úgyhogy, és ha most visszajövünk, már termelt ez a kis homokláda 341 aranyat, köszönöm, nagyon boldog vagyok tőle. És itt van egy stat overview, most rányunk, és most már tudunk mindent. Jó, ez összegzi azt, amit összesen ad nekünk ez a lámpa. Pillanat. Na, itt vagyok, csak volt egy telefonom, szóval itt pont a vége van a videónak lényegében, mert itt összesíti a, az Istenit, hát megívnak. Na, szóval, itt van, ami összesíti ugye a szólamnak a statjait, az összeset nem kegyesül végnézőt, hogy éppen mi hol tart, hanem itt összesítve mutatja, hogy passzívan mennyi mindent ad, rengeteg mindent. Jó, az egy fantasztikus dolog. Jó, és lényegében ennyi lett volna. Jövök a következő videóval, majd sziasztok!